A koronavírus járvány intenzív terjedése miatt vészhelyzetet hirdetett a kormány, és az újonnan bevezetett korlátozások közé estek a szabadidős tevékenységeket végző intézmények is, így például a Vosinszky-Mor megyei múzeum is bezárta kapuit. Szerdai nappal a múzeumnak az összes kiállítóhelyét nagy közönség számára, tehát nagy közönség elől be kellett zárnunk. Most jelen pillanatban 30 napig, de hát hogyha ez a helyzet nem javul, akkor várhatóan még tovább fog elhúzódni. Mi magunk arra számítunk, hogy év végéig bizonyára el fog húzódni ez az időszak. Erről értesítettük a nagy közönséget, közösségi felületeinken, illetve fenntartónkat is, mivel hát ránk ez természetszerűleg vonatkozik. A legnagyobb feladat, ami így hirtelen ezzel kapcsolatban előállt, hogy a közönségszolgálati részen dolgozó 11 fő munkatársunknak új munkakört, illetve munkafeladatot kellett találnunk. Sajnos tavasszal ez a helyzet már egyszer előállt, úgyhogy ilyen értelemben volt már gyakorlatunk. Ezek a munkatársak a digitalizálásba, adatfeltöltésbe, illetve a régészeti leletanyagnak a tisztításába, mosásába vesznek részt. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy senkit ne kelljen elküldeni, hiszen ha véget ér ez az időszak, akkor mindenkire szükség lesz. Bár kiállítást nem terveztek már az idei évre, mégis több rendezvényük elmaradt. A múzeumi esték sorozatnak a aktuális előadása, Rafael Ernő előadását kellett lemondanunk. A Múzeumbarát Egyesület keddenként tartotta itt a saját programjait, ezeket is mind folyamatosan le kellett mondanunk. Kiállítást erre az évre már nem terveztünk, tehát október folyamán futott ki a Vármegyeházán dr. Máriásnak a tárlata. Ezt követően, mivel azért ez látszott, hogy ez a helyzet nem fog javulni, eleve már nem is nyitottuk meg az ezt követő képzőművészeti kiállításunkat, úgyhogy ilyen értelemben az ezévi kiállítási programjainkat nem kellett átírni. A szakmai munka természetesen folyik, hiszen tudományos feladatokat ellátó Tolna megyében illetékes intézményről van szó, a Vosinszky-Mor megyei múzeum esetében, ezért a munkatársaim a szakmai feladataikat látják el. A Babits Mihály Kulturális Központ ajtaján ez a tábla fogadott minket. November 11-től a kormány a kulturális intézményeket, kiállítótereket és mozikat is bezáratta 30 napra, így a Szekszárdi Kulturális Központban is elmaradnak a következő egy hónapra tervezett események. November 11-e és december 11-e között a Babits Mihály Kulturális Központ, a Művészetek Háza és a Placi Ifjúsági Közösségi Térnek a terei nem használhatók. Tehát ennek értelmében elmaradnak a rendezvények, az elkövetkezendő egy hónapra meghirdetett rendezvények, azok nem is azt mondanám, hogy elmaradnak, hanem folyamatosan keresik a kollégák az új időpontokat. A múltkor is elmondtam, hogy az elmaradó előadásokkal, koncertekkel kapcsolatban ugye folyamatos egyeztetés zajlik a színházi és a produkciós irodák között, a menedzsmentek és a kollégáink között, hogy melyek lennének azok az új dátumok, amelyek megfelelőek lennének az elmaradt előadások pótlására. Tehát most is, bár a helyzet azt mutatja, hogy megálltunk, nem álltunk meg, megállás nélkül dolgoznak a kollégák, szervezkednek, intézkednek, keresik az új időpontokat, és megy a háttérben a szorgos munka, a kemény munka. Igyekeznek jelen lenni a mindennapi életben, és amit csak lehet, feltölteni az online térbe. Most egyelőre zárva vagyunk, tehát ahogy mondottam, volt itt a térhasználattal kapcsolatban, ezt be kell tartani. Tehát ide ezek a terek, amiket felsoroltam, ezek nem használhatók. De ugye, ahogy az előbb is mondtam, az élet nem áll meg, tehát mindent megteszünk annak érdekében, a kollégákkal karöltve, hogy az online felületeinket élettel töltsük meg. Most dolgozunk azon, hogy hogyan lehetne, nem hogyan lehetne, hanem most dolgozunk azon, hogy különböző kiállításokat vigyünk fel az online térbe, csatlakoztunk az Országos Rajzfilm Ünnephez, ami a következő napokban indul és egy hétvégén keresztül tart. Tehát figyeljük azokat a lehetőségeket, illetve nem is a lehetőségeket, hanem összegezzük, megnézzük a programjainkat, és szépen visszük őket, amit természetesen lehet az online térbe. November végén például lett volna egy kiállítás megnyitónk, hogyha kezdhetem ezzel. Ugye Baki Péter, ő a Művészetek Házának volt az igazgatója,
és hát egy ilyen életmű kiállítás lett volna egy 70. születésnapja apropóján. Ott is igazából az online térbe költöztetjük az egész kiállítást, de nagyon bízunk benne, hogy mondjuk április végére, jövő áprilisra, vagy április elejére, amikor április elején ér véget a kiállítás, nagyon bízunk benne, hogy akkor már a televízió is ott tud beszélgetni Baki Péterrel, és elmúlik a pandémia, és akkor, ha fogalmazhatok ilyen nyersen, akkor egy kicsit jobban megadjuk a módját a kiállítás zárónak. De például 50 éves az intézményünk, gőzerővel készülünk a Babics 50-re. Online tartalmakkal, Babics 50-es online tartalmakkal fogjuk megtölteni a közösségi felületeinket, mert úgy vagyunk vele, hogy nem csak magunk miatt, azért, hogy érezzük, hogy mi teszünk valamit, hanem én azt gondolom, hogy a közönség miatt is mindent meg kell tennünk azért, hogy a közönséget kiszolgáljuk. Tehát a közművelődés, a kultúra, a szórakozás, a szórakoztatás ezen formája az egy pici fényt visz az embereknek az életébe, és ezeket nekünk fényt kell vinni az életbe. A kulturális központ tehát egy időre átköltözik az online térbe, kísérjék figyelemmel.